Magyarországon postanállapotot hirdettek ki. A budapesti kormány nem tudott megbírkozni a nemzeti erőkkel, és a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok beavatkozását kérte. A budapesti rádió, amelynek épülete előtt egy nyugati jelentés szerint fegyveres összetűzésre sor kerül, már a tegnap késő esti órákban adásaiban zavarta állóta. 10 órai hírszolgálatában megszakította a belföldi hírek folyamatát, és a nemzetközi hírek ismertetésére tértál. A hajnali óráktól kezdve egymást követték a pontos bejelentések. Előbb azt közölte a budapesti rádió, hogy a miniszter tanács ismét felrendelte a gyülekezési, csoportosulási és felvonulási tilalmat. Egy órával később a belügyminisztérium közleményét olvasták fel, amelyben felhívással fordult a Budapest lakosságához, hogy 9 óráig csak feltétlenül haladhatatlan ügyben közlekedjék az utcán. Thank you.